Rómában vagyunk, a Szent Péter Bazilika előtt. Ez a nyugati kereszténység benne a katolikus egyháznak legszentebb helye. A hagyomány szerint ezen a helyen feszítették keresztre fejjel lefelé Péter apostolt, és talán itt van a sírja is, ami fölé épült ez a monumentális, hatalmas templom, ami jelenleg a keresztény egyháznak a legnagyobb szentélye, legnagyobb bazilikája. Róma persze nagyon régi város. Már a Krisztus előtti 753-as év környékén lakott település volt, sőt, a hagyomány szerint ekkor alapították a várost. Romulus és Rémusnak a története, legendája az, ami ehhez az időszakhoz kötődik. Ők voltak azok, akik megalapították 7 dombja közül az egyik emelkedőn Róma városát, talán éppen itt ezen a helyen. A császárok is ezt a helyet tekintették fővárosoknak, és a hatalmas, egész földközi tengert körbevevő nemzeteket meghódítva a világ legnagyobb és eddig leghatalmasabb és leghosszabb ideig fennálló impériumát alapították meg. Igazán a kereszténység számára egy óriási kihívás volt ennek a városnak és a birodalomnak a meggyőzése a Krisztus feltámadásának nagy eseményéről. Tudjuk azt, hogy az Úr Jézus Krisztus, aki megszületett Augustus császár idejében és felnevekedett, óriási szellemi ütközés volt az általa bemutatott istenkép és az ő megváltói munkája azzal, amit a római hatalom képviselt. Egy sok istenhitű, sokféle szinkretista elveket valló vallásról van szó. A szerelemnek épp úgy istene volt, mint a termékenységnek, a szerencsének. Róma nem magától találta ezt ki, úgy örökölte nagyrészt a görög kultúrából, a görög istenek világából, és ebből a hitvilágból emelte át a saját kultúrájába. A császárok maguk is istennek hitték magukat. Olyan szobrokat állítottak egymás után érkező császárok, akiknek a szobra előtt kötelessége volt a hűséges alattvalóknak akár még áldozatot is bemutatni. El lehet képzelni, hogy az egy Isten hitű, akár zsidóság, akár később a kereszténység nem voltak hajlandó meghajolni semmilyen szobor előtt, semmilyen Isten kép előtt, egyedül a láthatatlan Isten előtt. Sokáig éppen ezért üldözték a zsidókat épp úgy, mint később a nyomukban lévő keresztényeket is. Abban az időben, amikor Pál apostol Istentől kapott küldetését teljesítve célba vette, hogy fölkeresse ezt a várost, mintegy 1 millió lakosa volt. Ebből 50 000-re tehető az akkor itt élő zsidóságnak a létszáma. Azt is tudjuk, hogy 12 zsinagóga működött Pál apostol idejében körülbelül ebben a városban. Tehát egy nagyon jelentős zsinagógai közösség élt itt. Pál és az őt megelőző keresztjének nyilván kapcsolatban voltak a zsidósággal is, és a pünköstkor visszatérő, legalábbis feltételezéseink szerint, a pünkösdi eseményről visszatérő keresztjénné lett zsidók és prozeliták itt ebben a városban is megkezdték a bizonyságtételüket, tanúságtételüket Jézus Krisztus mellett. Talán ennek köszönhető, hogy egy nagyon jelentős keresztjén közösség működött már akkor, amikor Pálnak az álma teljesült, persze nem szó szerint és nem olyan kényelmes körülmények között, mint ahogy először szeretett volna idejönni, hisz rabszolgaként, pontosabban rabként érkezett ide, és a császárral szeretett volna személyesen találkozni, eközben akarta megosztani az evangélium üzenetét Róma lakosságával is. Rabként érkezett, hajótörés szenvedett Málta szigetén, és kalandos körülmények között ért partot, és érkezett ide a városban. Mintegy 2 esztendőt töltött börtönbe. Ez egy olyan fogság volt, amikor nagyon sokan
megfordultak a környezetében, és úgy a katonáknak, a mellé láncolt katonáknak, mint a látogatóknak is megosztotta az evangéliumot, és azt mondta, hogy ő nem szégyelli a Krisztusnak az evangéliumát, mert Isten hatalma az minden ember üdvözítésére. Azt is leírja a rómaiakhoz írt levelében, még mielőtt ide érkezett volna ebbe a városba, hogy nagyon szeretné megosztani az evangéliumot, mert adósnak érzi magát. Adósnak érzi magát úgy a zsidóknak, mint a görögöknek, mint az értelmesebbeknek, mint a barbároknak, Róma lakóinak is, és kész is ezt a kötelességét teljesíteni, hogy az evangélium világos üzenetét tovább adja. Mivel látja azt az űrzavart, látja azt az Isten iránti lázadást, ami ebben a városban is nagyon jellemző volt. Bátran képviselte ezt az ügyet. Azt mondta, Isten megismerhető az alkotásainak értelmes vizsgálata révén. Így nincs mentsége az embernek, mert a logika és a tudomány eszközeivel is megközelítheti az Istennek a világa. Természetesen hitre is óriási szükség van, de alapvetően a teremtett világ értelmes vizsgálata révén következtethető Istenre, magára is. Mivel az ember ezt elutasította, Isten azt mondta, rendben van, ha Isten nélkül akartok élni és járni, ennek is következményei vannak. Azt olvassuk itt a római levél első részében, hogy akik elutasítják Istent, és elutasítják az Isten hitet, azokat Isten kiszolgáltatja olyan idegen erőknek, hogy a saját testükben és a lelki állapotokban fogják megtapasztalni ennek a következményét. Tudjuk, hogy Róma erkölcsileg nagyon lesüllyedt ebben az időszakban. A nők a nőkkel, férfiak a férfiakkal fajtalankodtak, ahogy ezt a Bibliában is olvassuk. Azt mondja, az Istentől való elszakadt állapotnak következménye az, hogy olyan magas a bűnözés, a lopás, a csalás, a hazugság, a szülők elleni lázadás, és ennek nagyon súlyos következményei lesznek. És nem csak azok részére, akik ezt teszik, hanem azok részére is, akik ezzel egyetértenek, vagy cinkos összekacsintással talán még biztatják is. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi Róma állapota ehhez hasonlít. Annak ellenére, hogy mint említettem, a kereszténységnek azért a fővárosa. Tudjuk azt, hogy itt van az első számú vezetője a Római Katolikus Egyháznak, a pápa. Ma délelőtt részt vehettünk egy olyan megemlékezésen, egy olyan istentiszteleten, amit maga Ferenc pápa vezetett. Azon az audiencián, amin mi magunk is hivatalosan részt vehettünk. És azt az igét emelte ki Ferenc pápa, hogy ahogyan az Ószövetségben is Nábót szőlője a királynak az útjában volt, pontosabban jogtalanul akarta kihasználni, tönkretenni, elvenni azt, amilyen másé. Ma is a politika világában és az önzéssel teljes emberi világban nem azokat segítjük, akinek szüksége volna rá, hanem még azt is elvesszük, ami a másé. És arra szólított föl Ferenc pápa is, hogy a jótékonyságnak ebben az évében, amikor jó indulattal kell fordulnunk a szükségben lévő emberek felé, legyen kész a szívünk, nem újból és újból csak szerezni, csak harácsolni, hanem lemondani is, odafordulni a szegényekhez, odafordulni azokhoz, akik a társadalomnak a perifériájára kerültek. Számomra nagyon meglepő és protestáns ember számára is megindító volt, amikor a prédikáció után odament a láthatóan beteg, mozgássérült emberekhez. Megsimogatta őket, fejükre tette a kezét, imádkozott értük, és én hiszem és gondolom, hogy ez nem csak a látvány miatt történt így, hanem egyfajta példát adott arra, hogy észre kell vennünk a nyomorúságban szenvedő embertársainkat. Úgyhogy lehet tanulni egymástól ezen a téren is, hogy a nagyság igazi jele, ahogy Jézus is mondja, hogy nem az a nagy, aki az asztal főn ül,
hanem az, aki szolgál, aki képes lehajolni, aki képes letérdelni, lábat mosni, még azokat is fölemelni, megtisztítani, áldást mondani, akik talán nem érdemesek rá, vagy nem érzik magukat érdemesnek rá. De Isten ránk bízza ezt a feladatot mai keresztényekre, függetlenül attól, hogy milyen felekezetűek vagyunk. Isten gyermekeiként, Isten szolgáiként, különböző beosztásban, a társadalomnak különböző rétegében, bárcsak bennünket is indítana Isten szent lelke, hogy képesek legyünk követni a Mesterünket, Jézus Krisztust, akinek az áldása, békessége, hiszem, hogy kísérte és kíséri azoknak az életét, akik ma a 21. században is az ő követeiként akarnak ebben a társadalomban élni.